Lázas gondolkodás, majd munkában a számológép. 3. hó 14-én, kedden a Pi nemzetközi napján rendezett matematika versenyen a legjobb tudásukat kellett elővenniük a megyeszékhely iskoláiból érkező gimnazistáknak. A Nyíregyházi Egyetem matematika és informatika tanszéke tavaly hagyományteremtő céllal indította el a vetélkedőt, a mostani alkalomra pedig több mint 60 középiskolás jelentkezett. A Nyíregyházi Egyetem matematika és informatikai intézete úgy gondolja, hogy nagyon fontos felhívni a figyelmet a matematika, mint tudományterület fontosságára. És hát ehhez apropó, hogy ma 03.14-e van, azaz a Pi, tulajdonképpen a Pi, ahogy nyilván van tartva, ez a nagyon értékes, érdekes számjegy. Gyakorlatilag ebből szeretnénk tehát hagyományt teremteni azzal, hogy megszólítottuk a középiskolás diákokat, és létrehoztuk ezt a rendezvényt. A középiskolásoknak a Pi értékével ezúttal nem kellett dolgozniuk, a feladatok azonban a matematika számos részterületét megjelenítették. A versenyzőknek 13 plusz 1 kérdésre kellett választ adniuk, a jó válaszért 1 pontot adtak, az üresen hagyott rublikáért nem járt pont, rossz válaszért pedig 1 pontos levonással sújtották a versenyzőket. A matematika és informatika tanszék bízik benne, a vetélkedőn tapasztaltak hatására a résztvevők közül később többen a Nyíregyházi Egyetemet választják. Természetesen a cél az kettős, ahogy említettem, elsősorban a matematikára szeretnénk fölhívni a figyelmet, mint tudományterületre. De hát nyilván a hátsó szándék, vagy inkább azt mondom, hogy az elsődleges szándék viszont az, hogy a város középiskoláit megszólítva egyfajta beiskolázási tevékenységként megjelenjenek itt a diákok, lássák itt az előadótermet, a kampusz épületegyüttesét, lássák azt, hogy itt valóban folyik kutatómunka, érdekes, izgalmas munka, kutatómunka. A versenyen legjobban teljesítőket a Nyíregyházi Egyetem oklevéllel, pólóval és laptop táskával díjazta.